büszke jelentetem be, hogy 250 ezer aláírásnál tartunk a 250 ezer forintos nettó minimálbérért, illetve az 50 ezer forintos nyugdíjemelésért. Június után ismét Salgótarjánban gyűjtötte az aláírásokat a 250 ezer forintos nettó minimálbérért az Igen Szolidaritás párt. A piac előtt tartott sajtótájékoztatón a pártelnök elmondta, elégedettek az eddigi támogatottsággal. Szanyi Tibor, a párt miniszterelnök jelöltje kiemelte, akárkivel beszélt a mostani kitelepülés során, mindenki azt mondta, hogy a legnagyobb gond Salgótarjánban, hogy alacsony az emberek jövedelme. Ez tulajdonképpen a mai fő üzenetünk, hogy igen, az emberek jövedelme az egyes számú kérdés ma Magyarországon, illetve az, hogy igen, Salgótarján és Nógrád megye, az pont egy olyan megye, ahol ez különösen is sok esetben fájóan igaz. Az Igen Szolidaritás párt egyébként nem része az ellenzéki összefogásnak, ennek ellenére kormányváltást szeretnének. Hát a mai kormányhoz képest mindenképpen kormányváltást akarunk, ez kétségtelen, de ezt hozzáteszem, olyan kormányt akarunk, amelyik képes és hajlandó mind az állam, mind pedig a tőkéseknek a étvágyát megzabolázni. A kitelepülésen ott volt a párt helyi országgyűlési képviselőjelöltje is, aki maga jelentkezett az Igen Szolidaritásnál, miután megtetszett neki az, amit képviselnek. Én szerettem volna egy olyan pártot támogatni, amely kiharcolja a munkás emberek jobb létét, és így megtaláltam az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalmat. Jelentkeztem, mint aktivista, majd mind jelölt. Nógrád megy egyes számú választókerületében. A párt szeptember 11-én rendezi meg a munkás büszkeség napját Budapesten. Itt jelentik majd be, mennyi aláírás sikerült végül összegyűjteniük céljaik támogatására.